Nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt így látni a lányokat mellettem is, és hogy így élvezzük ezt a mérkőzést, és ezért is lett szerintem ekkora volt különbség a két csapat között. Azt tudom mondani, hogy a csütörtök azért nem volt a legjobb hangulatú edzésünk, de ezt mindenképp megbeszéltük már szerdán a mérkőzés után, is hangoztatta Gábor az öltözőben, hogy ha ezen most rágódunk és tovább menjünk, akkor a másik versenysorozatban, ahol nagyon fontos a pontok, az, hogy magunk mögött hagyjuk a Ljubljanát, akkor ha ezzel rágódunk, akkor ez rá fog menni a szombati mérkőzés rovására, de azt tudom mondani, hogy csütörtökön persze a hangulat nem volt az igazi, de a munka az rendkívül fegyelmezett volt. Csütörtök péntek is, úgyhogy ez kihozta ezt, hogy ez a mai mérkőzés így alakult, és nagyon boldog vagyok, hiszen nagyon kellett a csapatnak, még a szurkolóknak is, hogy tényleg itt egy ilyen nagyon jó magabiztos győzelmet arassunk. Azt jól láttuk, hogy második félidő nagy része, ez már mondhatni öröm kézilabda volt? Hát az elején azt gondolom, hogy azért még okosan játszottunk, mert tudtuk, hogy még azért van 30 perc a játékból, tehát hogy nem szabadott elengednünk, meg most, hogy itt túl örüljük ezt a mérkőzést már, úgyhogy, de én azt gondolom, hogy a másik fél idő 10-15. Percétől ott már tényleg nagyon örömjáték volt. Természetesen fél időben megbeszéltük, hogy mik azok a pontok, amiken a Krim, ha tud változtatni, vagy ők náluk változás van, akkor föl tudnak jönni, és itt beszéltük, hogy nagyon fontos ez az első 10 perc, hogy itt megtalálják-e azt az irányt, amivel közelebb kerülhetnek hozzánk, vagy nem, szerencsére nem sikerült megtalálni. A különbség az tovább nőtt, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg a csapat nem aludt bele, nem kényelmesedett bele, nem kényelmesedtünk bele ebbe a előnybe, hanem tényleg tovább próbáltuk növelni. És akkor itt felmerül az emberben, hogy mi az, ami most működött, és például a Debrecen ellen nem működött? Én azt gondolom, hogy a gyors gólokat meg tudtuk akadályozni, nem kaptunk könnyű gólokat. A védekezés is sokkal jobb volt, sokkal jobban működött, és támadásban is olyan addig mentünk, és nem kapottuk el a játékot, amíg tényleg egy olyan helyzet nem jött ki, hogy azért nem egy 40-50%-os, hanem már azért egy olyan helyzet, ami már azért elég nagy. Csúcsformáthoz milyen közel jársz már így a sérülésed után? Hát ezt nem szeretem, mert ugye mi nagyon sokan mondták, hogy még itt azért benne vannak a hullámvölgyek. Úgyhogy most örülök neki, hogy ez a mérkőzés is sikerült, aztán reméljük, hogy a továbbiakban is tudom tartani. Melyik a Fradi igazi arca, hiszen láttunk ebben a szezonban már mindent tőletek? Én azt gondolom, hogy igen, minden arcunkat megmutattuk, de ez, amit ma, ahogy ma játszottunk, ezek vagyunk mi, és lehet, hogy voltak rosszabb mérkőzések, de fel tudtunk állni, és most is felálltunk. Igen, ez ilyenkor mennyire nehéz feladat a hétközi Loki meccs után pár nappal később már így játszani, ezt gondolom inkább, leginkább fejben. Igen, nem volt egyszerű, hiszen tényleg nagyon gyorsan jött ez a mérkőzés, de én azt gondolom, hogy profi játékosok vagyunk, és el tudtuk engedni, és ez látszott is a mérkőzésem. És te hogy látod egyébként, minek tulajdonítod, hogy ilyen kétarcú kicsit ebben a szezonban a Ferencváros, ugye akár azt említ, hogy most egy Loki elleni döntetlen után jöttetek ide? Hát ha tudnánk, akkor nem lennének olyan arcú mérkőzések, amik a Loki ellen voltak, de azért nyilván a jobbik arcunkat szeretnénk mindig mutatni, ami ez a mai, és nagyon bízom benne, hogy most így az elég közel egymás az a kettőt, mindenki érzi, hogy melyik a jobb, és az az irány felé fogunk menni. Továbbutás szempontjából nagyon fontos győzelem volt ez? Minden mérkőzés nagyon fontos, mi még nem számolgatunk, nem a céljainkat szeretnénk elérni, és minden mérkőzést megnyerni, és remélem, hogy minden mérkőzésen így játszunk tovább. A Dunaújváros ellen is marad ez a forma? Igen, hát az is itt van nem sokára, tehát tényleg hogy nagyon gyorsan jönnek a mérkőzések. Most arra fogunk koncentrálni, de aztán sokkal fontosabb mérkőzés jön.